Az utolsó világkupa és világbajnokság nagyon-nagyon nehéz verseny volt. 20-20 pontot emelkedett mindkét versenyen még a színvonal, így egyelőre az elvárás, hogy a lányaink hozzák a jelenlegi legjobbjukat, és meglátjuk, hogy ezzel sikerül-e középdöntőbe, vagy esetleg tovább jutniuk, de nagyon nagy lesz a küzdelem. Kicsit furcsa helyzet alakult ki, hiszen Ligárd Balázs, ugye Barton Orának az edzője, aki Hollandiában segíti az ő felkészülését, nem tud kimenni a holland csapattal Londonba, így a Nórával való közös munkát is át kellett venni. Mennyire tudtad ezt a két feladatot összeegyeztetni? Teljesen, itt azért az utolsó időben elsősorban az olimpikonokra koncentráltunk. Nóra hamarabb hazajött Hollandiából, így egy jó néhány napot együtt edzettünk, illetve az indulás előtt hétfőn még leülünk, és lesz egy ilyen közös megbeszélésünk Ligárd Balázzsal, hogy mit is kell, mi az, amit különösképpen meg kell csinálnunk a felkészülés, illetve a hátralévő edzések alatt. Nóra már a negyedik olimpián szerepel, Flóra viszont először vesz részt ötkarikás játékokon. Mennyiben tudják ők egymást ilyen szempontból segíteni, főleg mondjuk Nóra, nyilván Flórát? Hát én úgy gondolom, hogy az a tapasztalat, az nehezen átadható, amit az ember a versenyek alatt magába szív. Így Nórának sokkal könnyebb helyzete van, egy tapasztalt, rutinos versenyző, könnyebben elő tudja hozni a legjobb versenyformáját, míg Flóra egy picikét jobban izgul, és nagyobb elvárásokkal indul maga felé, hogy sikerüljön az ugrásokat úgy végrehajtani, hogy ezt terveztük. Köztudott, hogy műugrásban Kína a domináns nemzet, 8 számmal osztanak aranyérmet a londoni olimpián. Elképzelhető, hogy valamelyikben talán a kínaiakat le tudják győzni? Elképzelhető, ez általában a férfi toronyugrás szokott lenni, amennyiben ez egyáltalán kivitelezhető. Nyilvánvalóan egészen más a felkészülési lehetőségük és az a létszám, amivel dolgoznak. Nagyon törekszenek arra, nagyobb nemzetek is, hogy azért ezt a teljes hegemóniát megtörjék.